71 Hargita megyei településen gyúlt meg a Hargita megyei RMDS kezdeményezésére a székely összefogás lángja június 4-én a Magyar Összetartozás napján. Egykor a székely végvárak lármafák segítségével értesítették egymást a közelgő veszélyről. Ma ismét veszély fenyeget a Ponta kormány legutóbbi intézkedései, veszélyeztetik az utóbbi közel két évtizedben kivívott kisebbségi jogainkat azokat a jogokat, amelyek a magyar közösség szülőföldön való megmaradásának alapját képezik. Ezért érezték úgy sokan, hogy a Nemzeti Összetartozás napján ismét lármafákat kell gyújtaniuk, nyilatkozták a kezdeményezők. Székely udvarhelyen a nagy oldal felett lobbant fel a láng, a kora esti fényekben a hatalmas mágia látványosan mutatta a közösség erejét, az összefogás fontosságát. Udvarhely széken még majdnem 30 településen gyújtották meg a tüzet. Egyébként a tegnapi eseménynek a megyében van már előzménye. Négy évvel ezelőtt májusban, majd pedig 2009. februárjában majdnem 80 helyen gyúlt ki a székely összefogástüze, akkor a magyar közösség, a magyar intézményvezetők sorozatos leváltása ellen tiltakozott.